November 12-én rendezik meg Dohában az Endurance világbajnokság utolsó fordulóját. A 8 órás versenyen a Katari Szövetség elindítja a világ első női versenyzőkből álló csapatát. A három hölgy egyike Kovács Niki, már itt is ő velem szembe. Szia! Jó reggelt! Gratulálok! Tia. Azért ez nagyon nagy dolog bekerülni ebbe, ebbe az elit trióba. Hát ez nagyon, nagyon nagy dolog, és az olyan év után, ami, ami mögöttem áll, illetve most hát lehet, hogy mondhatom azt, hogy évek. Tehát uh -huh. gondolom nem árulják kell nagy titkot, hogy egyre nehezebb megteremteni az anyagi hátterét annak, hogy versenyezni. Hát elég a Tomácsi Gábor életét és bájájának alakulását figyeljük. Így igaz, versenyezni tudjunk. Úgyhogy nekem nagy szép fájdalom, például idén is csak idézőjelben mondom ezt, és a Magyar Bajnokságban tudtam részt venni. Ugyan egyébként 600-as motorral a Superstock 600-as kategóriába versenyzem, úgyhogy nem tudom leírni neked, hogy mekkora öröm volt, amikor értesültem erről a lehetőségről, uh -huh. és addig, amíg az első e-mailt meg nem kaptam a Katari Szövetségtől, addig úgy voltam vele, hogy jó, majd hiszem, ha látom. Uh -huh. Mert valahogy az ember Igen. már tudod, nem, nem szeretné elbízni magát Lesza. az első hallatán. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, egy nagyon nagy lehetőség, de hozzáteszem, hogy ez egy nagyon nehéz feladat is lesz hát, számomra. oké, kívás, ugye ha nézem, ugye önmagában ez az endurance verseny, legalábbis részben az ember angolból visszafordítja a szót, ugye ez egy ilyen hosszú távú dolog lehet, ami egy bizonyos szempontból egy erőnlétet is kiváló dolog, ráadásul, jól tudom, egy jóval nagyobb motoron fog szülni, mint amilyen szokva vagy. Így igaz, ez egy úgynevezett megbízhatósági verseny. Uh -huh. Üm, ugye háran, hárman vagyunk a, a csapatban, egy olasz és egy német lányjal leszek együtt, akik egyébként az ezres kategóriában lényegesen jártasabbak, uh -huh. mint én. Uh -huh. Tehát ők, ők versenyeztek Tehát ez női Európa-bajnokságban is ezres uh -huh. motorral. Nekem ez az, az első ilyen versenyem. Az uh -huh. uh, igen, ez rám jellemző, hogy néha összejönnek ilyen nagyobb lehetőségek, viszont a körülmények azok, azok mindig megnehezítik azt, uh -huh. hogy, hogy meg tudja mutatni az hogy összességében és valójában mire vagyok képes. Ez egy nagyon nagy feladat lesz, én még nem versenyeztem ezer Motors, motorral. nyilván van, akkor ott helyben fogsz kapni, és ott, ott fogod kipróbálni? Igen, addig... szerintem a motort nem ismerem se a pályát, Úgyhogy a minden Úgy, minden hogy a lecké az Hogy Igen, hát akkor beleugrasz a nagy, nagy fekete sötétség, vagy akkor. Bele, de bízom abban, hogy az, amit az elmúlt években megtanultam, igaz, hogy a 600-as motorra, és az, ahova fejlődtem, tehát azok a köridők most már, amiket futok, akár a Hungaroringen, akár a Pannoneringen, ugye mind a kettőn én tartom a női pályacsúcsot, de azért ezek már olyan idők, amikkel uh -huh. mondjuk az országos bajnokságnak a harmadik helyén tudok állni a fiúk között. Úgyhogy bízom benne, hogy úgy, hogy egyébként egy profi csapat lesz a hátam mögött, tehát azt tudni, hátunk mögött pontosabban. A, a szerelő csapat az gyakorlatilag ugyanaz lesz, akik a motokettes kategóriában ugye a Katari csapattal okay. dolgoznak, tehát uh -huh. ez ugyanaz a uh -huh. Tím lesz, kedden már a helyszínen leszünk, és bejárjuk a pályát, nyilván a szabályokat is átbeszéljük, mert ahogy említett, Persze. ez egy speciális verseny. Megnéztem, hogy tavaly az első helyezett csapat 231 kört teljesített a Katari Úristen. Erre fizikailag kell külön készülnöd? Én egyébként is egész évben készülök. Uh -huh. Tehát én egy héten minimum háromszor konditerembe készülök, úgynevezett gíria fittel, ez uh -huh. a kettlebellnek már egy továbbvert fejlesztett változata gyakorlatilag, tehát az a vasbolyós edzés. Uh -huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz gond. Egyébként is a jellemző rám, hogy Meglehetősen szívós vagyok, és remélem, hogy a másik nagy előnyömet is tudom kamatoztatni, hogy konstant tudom ugyanezokat a köridőket hozni, uh -huh. ami uh -huh. szerintem megint csak nagyon fontos. Hát ez egy nagyon nagy dolog, és egy nagyon exkluzív lehetőség, azt gondolom, úgyhogy ezzel akár mennyire is most itt nagy falatnak tűnik, nyilván élni kell, és élni is fogsz. Van valami személyes elmárásod? tehát mondjuk akár a másik két versenyzőhez viszonyítva, hogy mondjuk azt mindenképpen hozni akarod, amit ők, vagy túl akar őket szárnyalni. Nem vagy... túl szárnyalni, nem hogy említettem, ők az ezes kategóriába jártasak. Tehát Nina Prince például volt női európai világ, Európa bajnok 2008-ban, nagyon jól emlékszem, hogy nyerte meg az ezres kategóriát, és ő a fiúk között is megsüvegelendő teljesítményeket ért már rá. más kategóriákban is, de az ezressel is. Paula Katszola lesz az olasz lány, ő szintén inkább az 1000-es kategóriában ért el jó eredményeket. Én inkább abba bízom, hogy majd segítenek, és akkor fel tudom velük venni a... Nem is a verseny, mert hiszem, hogy a csapattársak leszünk, de tudom ugyanazt az időt hozni. Mikor indulsz terek. erre a nagy, nagy útra? Hát ez most nekem annyira nagy út lesz, hogy én, én előtte megyek most ki a Valenciába a MotoGP utolsó futamára, uh -huh. ami, ami nagyon nem olyan lesz, mint aminek én terveztem. Hát Tehát nagyon... Nem árulok el nagy titkot, hogy a valenciai verseny az, az mindig egy ilyen hab szokott lenni a tortán. Tehát ez tényleg, egy záró futama, igen. Igen, és akkor az, az évvégi kiosztóval, utána a partival, mondjuk, amit az írta rendezem, egyébként nem vagyok benne biztos, hogy idén például megtartják, és nagyon készültem rá, hogy ott meg feltöltödök, és én onnan egyből már Katarba fogok utazni. Uh -huh. És hát, mint tudjuk, azért a hát hát a verseny, Igen, az, a, az a vasárnapi események okán, hát, is mond. Igen, ezt sajnos kéne vagyunk lesz. szóba hozni, mert hogy ugye te magad újságíróként és fotósként <coughs> is, fotósként is ténzkedsz, ugye a MotoGP futamain folyamatos tudósításaid ugye jelen vannak a különféle szaklapokban, és hát olvastam ezt a személyes búcsút, amit Márko simoncelli vettél te magad, és, és, ugye említetted a családtagokat, akiket ismersz, nyilván Paulót, az édesapját, és persze ugye a csapatfőnököket is. Azt kell mondanom, hogy én magam is, egy nyilván, nyilván közelítőleg sem mint, úgy, mint te, nem vagyok érintett, de azért itt már a második esztendőben, a második alkalommal jutott ki egy borzasztó haláleset műsorvezetőként, ugye tavaly is kellett egy tragikus baleset nyomán búcsút vennünk élőadásban, egészen, egészen, hogy is mondjam, szóval rettenetes volt, és szinte feldolgozhatatlan az ember nem is akarta ezt tudomásul venni, mint hogy most sem. De ez, ez azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy példátlanul borzasztó eset volt, és hát nyilván a benne résztvevőket is legalább annyira Én sajnálom. Igaz. Hát nézd, aki... hogy írtam is, soha nem gondoltam volna, hogy egyáltalán valaha át átkerüljem. Én tavaly Mizánóban kim voltam a helyszínen, amikor a Tomizava balesete történt. Nem tudom, hogy melyik a rosszabb, amikor ott voltam, vagy most, hogy otthonról kellett ezt végignéznem a monitor előtt ülve. Borzalmas élmény ez, több szempontból is jobban megviselőszintén szóval vasárnapi eset, egyrészt Simon Cseli sokkal közelebb állt hozzám. Rengeteget beszélgettem vele, és amit... Ja, annyira barátságos cíg... lény volt szívviselni. Azt igen, is írtam például, amikor Böröcki Pepiről már tudtuk, hogy súlyos beteg, és, és szerettem valaki kedveskedni, nyomtattam egy üzenetet, amit utána a megkértem, hogy hagyj fotózzam le őket ezzel az üzenettel. Tök, többek között Simon Csellit, és ez bruno volt, ugye amikor végre összejött neki az oh, első dobogós hely a MotoGP kategóriában, és túl azon, hogy készséges volt, Ő, ők találkoztak 2009-ben Szakszeringen, a Szakszeringi versenyt követően a Pepi az étteremben előadott ugye, egy, egy stand-up comedyt <síns> Simon Csellinek és az egész csapatának, és azt mondom neked, Zsuzsi, hogy amikor megnézte a papírt, hogy kinek a neve van rajta, annyi volt rajta, hogy Pepi, Uh -huh. Nem kellett elmagyaráznom, hogy uh -huh. kérem, rögtön tudta. Tehát egy nagyon figyelmes, egy nagyon készséges, egy nagyon jó szű fiút uh, képzelj el, uh, akinek, ahogy te is említetted, ráadásul a, a csapatával és az édesapjával jó viszonyt ápolok. Uh -huh. Ezért is döntöttem úgy, hogy uh, én ma autóba ülök és, és kimegyek a temetésemet, szeretnék személyesen is elköszönni tőle, és egyúttal szeretném a magyar, motorosok végső búcsúját is kivinni, a Magyar Motorsport Szövetség nevében egy hosszú út fogok uh -huh. majd ott elhelyezni, és annyit mondjak, hogy az éjszaka folyamán, miután ezt tegnap dölt el, hogy én, én kimegyek, mert úgy legbelül én azt érzem, hogy nekem ki kell mennem. Uh, én az éjszaka csináltam egy e-mail címet, uh, csaoszuperszikkukacgmail.com, uh -huh. úgyhogy aki ma este kilencig esetleg oda elküldi az üzenetét, akkor azt szintén nagyon szívesen én ott a magyarok nevében elhelyezem, és még egy gyors gondolat, hogy a tavalyi esetnél, am am, tovizom, a vizem a követően, nekem már nem kellett motorra ülnöm. Mm. Vagyis én tavaly már utána nem ültem motorra, ennek több oka is volt. Ez most nagyon más. Tehát én tavaly sokat gondolkoztam azon, hogy ezek a, ezek a srácok hogy tudnak két héttel teltélve, ugye ott az hát aragóni verseny van, volt a, felfogad, a következő, de valahogy hát én én rossz, nem a nagyon be, volt. Bele érezni magam. Azt gondolom, hogy talán mi nőként egyébként még, még rosszabbul Biztos éljük meg, ha még én sem tudom azt, hogy Valenciából, amíg elérek Katarik, hogyan fogom tudni ezt teljesen félretenni, de, de ezen leszek, mert egész egyszerűen egyébként, ahogy a családja például kezeli ezt az egész szituációt, rengeteg nyilatkozatot olvastam el tegnap is, az valami hihetetlen példaértékű, akár az édesapját, ha nézed, tehát, hogy el tudod ezt képzelni, hogy ugyan most támadják a, a, sportbírókat, mert lejtették őt. Most Igen, ezt mondani a... akartam, hogy ez még a gyakorlatilag a plusz tragédia, és nem akartam nyilván se kegyelet sértő lenni, de ugye ez a legfrissebb hír, hogy már azt mondták, Főm hogy valami fantasztikus ellátásban részesítették őt, gyakorlatilag lehetett látni, hogy ugye négy ember, hogy szaladt, Igen, a a testével, lejtették a szószoros értelmét, hogy azt mondták, hogy abban az esetben is, ha esetleg túlélte volna a balesetet, lehet, hogy ebbe hal bele. Nézd, nem eleve, tudni. Hát hogy mennyire hasonló az eset, mint tavaly Tomizavá. Tehát hogy egyébként ugyanígy le is ejtették, és a baleset is nagyon hasonló, van most részletekben, ne menjünk, de gondolj bele hogy az édesapja már akkor odaért robogóval a pályaszérülésre, és ezt, ő ezt ő végignézte, nézze, és ennek nézzeztem. ellenére ő azt mondja, hogy ne hibáztassanak senkit, <coughs> ne támadjanak senkit, mert ő ott állt, ő tudja, hogy mindent megtettek a fiáért, és ő azt is tudja. Hát hogy nagyon, már nagyon nehéz lehet végemet. ebben a, ebben a tragikus helyzetben ilyen emelkedetnek lenni. Én azt gondolom valóban, ha másan ezt a példaértékű. Köszönöm, hogy itt voltál, hogy megosztottad velünk.